Igazgató úr, azt hiszem, hogy nem nagyon nyarasz, hiszen a Csillebércen javában tartanak a nyári színház előadásai, és hát ha jól tudom, akkor van vagy 40 ezen a nyáron, igaz? Igen, ez valóban így van, bár nagyon kevés időnk volt összerakni a nyári kínálatunkat, konkrétan 3 hét alatt kellett összeállítanunk egy teljes repertoárt, és azt hiszem, hogy 42 előadás van a nyáron. Hú, na akkor már csak a rend kedvéért is azért mondjunk néhány mondatot arról, hogy Csillebérc, ez a volt úttörő tábor, ahol jól tudom, most is van még valamiféle tábor, de nem ez az egyetlen olyan hely Budapesten, ami 10-20 évig, hogy úgy mondjam, eléggé lepusztult állapotban van, és hát tizenvalahány év után kinek jutott eszébe, hogy itt legyen színház? Gyakorlatilag egy tudatos keresésnek az eredménye lett, hogy találkoztunk Csillebérccel. Nagyon régi terve volt mind a Szószéli Színháznak, az üzemeltetőnek, illetve az én általam vezetett Budapesti Sószínháznak, hogy egy ilyen harmadik opcióként legyen még egy szabadtéri színház Budapesten, és hogyha lehet Budán. És akkor így a gyerekkori emlékeket és az egyik kolléganőnknek a fantasztikus villanása folytán találtuk meg Csillebércet, és akkor így innen indult el a szervezkedés gyakorlatilag pár hét alatt. Na de hát ezt nagyon rendbe kellett hozni, hát annyira leharcolt állapotban volt ott az egész. Hát én tudomásom szerint, vagyis hogy legalábbis a hírek és a pletykák szerint 16 éve nem történt fejlesztés a színpadi résznél. Ez ugye korábban kertmozi volt, és az úttörő tábornak egy ilyen táborozói gyűlőhelye. Gyakorlatilag ott úttörő avatásoktól kezdve mindenféle egyéb hasznos vagy haszontalan programok voltak. Az elmúlt 16 évben benőtte a fű, a gaz, elkorhadtak az ülőhelyek, és hát egy elég nagy munka volt felújítani olyan állapotúra, mint amilyen most. Az önkormányzat segített? Mit szóltak hozzá? Hát mi nem vettük fel a kapcsolatot az önkormányzattal ez ügyben, ők se velünk. Igazából ez egy teljesen saját privát De most már biztos magánvállalkozás. büszkék rá. Remélem, hogy igen. Remélem, hogy igen. A Hegyvidék című újságban elég sokat hirdetjük a programjainkat, úgyhogy ha máshogy nem is, úgy legalább biztos találkoztak vele, mert ez egy önkormányzati Hát újság. igaz, hogy fiatal a játszóhely, de hát azért már nyilván van valamiféle törzs közönsége. És ezt azért mondom, mert hát nem hiszem, hogy egymással konkurálna mondjuk a Városmajori Szabadtéri Színpad, vagy éppen a Sziget, mert igaz, hogy a műfaji sokszínűség ott van itt is, ott is, amott is, de mennyiben speciális ez? Hát mi elsősorban arra törekedtünk, hogy családi színház legyen. Ennek az az oka, hogy ugye gyakorlatilag egy kiránduló központ kellős közepén vagyunk, hogy ott a Normafa, Széchenyi hegy, János hegy, és annak a háromszögnek a kellős közepén van a színház. Ezért úgy gondolkodtunk, hogy olyan műsorkínálatot is állítunk össze, ami gyakorlatilag egy családon belül mindenkinek van valami, ami esetleg a szíve csücske lehet. Válaszolva a kérdésre pedig próbáltunk olyan elérhető áru előadásokat csinálni, amik által komplett családok tudnak részt venni, és ebben is különbözünk egy kicsit a másik két említett szabadtéri színháztól, hogy az árainkat mérsékelten tartjuk, és így gyakorlatilag 5-6 fős családok is el tudnak jönni. Ez az árainkat mérsékelten tartjuk, feltételezi azt, ami tudomásom szerint nem igaz, hogy sorban állnak a szponzorok és a támogatók. Hát sajnos nem így van, ugye? Hát nem tudom melyik sor, vagy hol képződött ez a sor, de akkor egyel arrébb vagyunk. Örülnénk neki, hogyha így lenne. Mi egy olyan magántársulat vagyunk, egy olyan magánszínház, aki semmilyen támogatást nem kapott se honnan, se föntről, se lentről, se oldalról. És kért? Nem is próbálkoztunk vele, mert vannak olyan emberek ebben a szakmában, akik nincsenek ott a Értem. tűz közelben, mi ehhez a brigádhoz tartozunk. De egyébként meg fogunk próbálkozni vele jövőre, megkísérlünk egy-két pályázatot, aztán, hogyha szerencsénk lesz, szerencsénk lesz, ha nem, akkor csináljuk saját erőből. A felújított nézőtér gyönyörű, hányan férnek el? 950 ülőhelyünk van, Mindösszesen? igen, ami viszont, ha kevés lenne, bővíthető még. Ez igen. Elsősorban olyan előadásokon, ahol még akár állójegyeket is lehet eladni, illetve úgynevezett, hogy is hívják, lépcsőjegyekkel, Igen. ami van ott egy üres plac, ahova pokrócra le lehet ülni, és akkor így ki tud bővülni, akár 1200 főre is.
Az, hogy gyönyörű szépen felújították a nézőteret, és nyilvánvalóan a színpadot is meg kellett csinálni tisztességesen, és ezt most azért kérdezem, mielőtt még a programról beszélnék, mert nem mindegy, hogy milyen előadás, milyen környezetben kerül színre. A színpad technika az is megfelel a mostani igényeknek? Gyakorlatilag erre vagyunk a legbüszkébbek, a színpad technikai részre, ugyanis mind hangban és fényben, illetve a maga a színpad műszaki paraméterei alapján bármilyen színházi adást be tudunk fogadni per pillanat. Olyan technikával rendelkezünk, ahol a legnagyobb műzikelektől kezdve a legnagyobb gálaműsorokig sem vallunk szégyent, sőt, kifejezetten magas élvezeti értéken működő technikákkal dolgozunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a műszaki fejlettségünk az bátran felveszi a versenyt bármelyik magyar színházzal. A Magyar Állami Operaház felújítása megkezdődött, hogyha hirtelenjében bejelentkezne egy operatársulat, mondjuk egy tudjuk Wagner fogadni. Darabban lehetne azt is? Tudjuk, abszolút tudjuk fogadni. Ez igen. Élő zenekarral is tudjuk hangosítani, nem tartok attól, hogy ez a bejelentkezés meg fog történni, de ha mégis, akkor szeretettel nem, várjuk. De hát éken. Ez rávilágít arra, hogy tényleg milyen a színpad technika. Na most beszéljünk a műsorról, meg egyáltalán, hogy mely társulatok jelentkeztek, illetve mely társulatok vannak jelen. Itt egy gyerekzenés mesejáték az rendben, István a király az már lezajlott, hogyha jól igen, tudom. Igen. Kik voltak benne az István a királyban? Varga Miklós és Kalapács József főszereplésével ugye István és Koppány igen. Karakterét játszották, de a Mandala Dal Színháznak az előadása volt. Hát miután megbeszéltük, hogy 42 előadás, ennyiről nem tudunk beszélni, de azért teljesen, ha megengeded, akkor önkényesen kiragadok egyet-kettőt, és ez a Showszínházról jutott eszembe, mert itt van az, hogy Operett csillagok éjszakája a leglátványosabb operett show. Hát nem egy szerény megfogalmazás, de a leglátványosabb, ezt szokták mondani a budavári operetre is. Szóval nyilvánvalóan akkor itt is olyan szereplők vannak, és olyan játszó személyek, akik magas színvonalon. Hát igen, illetve a ruhák és a kosztümöknek a sokszínűsége az, operetnél ami... kell. Igen. Igen. Na most, akkor nézzünk egy kicsit előre, mert ugye hát augusztus 20-a, Szent István közeleg, és akkor úgy láttam a programban, hogy itt is lesz musical ünnep és tűzijáték. Igen. Ezt frankon, ott nagy tűzijátékot is lehet csinálni? Lehet, igen. Tehát az engedélyek függvényében. Na ja. Ugye gyakorlatilag ez a musical ünnep, ez egy visszatérő program. Március 15-én volt az első része és az első bemutatója a Kongresszusi Központban, ráadásul egy dupla teltházzal. Ezen az eseményen 14 nagy magyar musical sztár énekel a legnagyobb magyar musicalekből, gyakorlatilag koncertszerűen ilyen kivonatokat. És egy nagyon-nagyon izgalmas és hosszú 2,5 órás program. A most itt musical, aztán gyerekdarab, és ha jól emlékszem, akkor az Abigail elnyitott a színház. Igen, igen, a Bánfalvi Stúdió Abigail előadásával kezdtünk. Szóval, és oda akarok én csak kilukadni, hogy akkor van itt próza, van musical, van operett, mi minden van még? Van vígjáték, azokat is kifejezetten szeretjük. Volt egy Miért nem marad reggelire című előadásunk, amin gyakorlatilag nem lehetett megmaradni a nevetéstől, annyira vicces volt, ez egy angol komédia, ez a Szabotás Színház előadása volt. Gyakorlatilag próbálkozunk még komoly zenével is, lesz egy fúvózenekar koncert, meg nem tudom mondani, hogy mikor. De holnapon meg lehet találni. Igen, 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 a nemzeti fúvós zenekarnak a koncertje, ifjúsági nemzeti fúvós zenekar, illetve könnyű zene is lesz, mert ugye sem lett megemlítve, lesznek koncertjeink, Majsai Gábor koncert, Gerendás Péter koncert, és még van terve valami, de azt még nem tudom. Akkor egy hajóban nevezünk, mert örömmel mondom, hogy Majsai Gábor és Gerendás Péter is igen sokszor volt itt a stúdióban vendégünk, úgyhogy tényleg ragos a kínálat. Na most, hogyha azt mondom, hogy a csúnya lány, milyen csúnya a lány? Hát nagyon csúnya, és az Mikó István főszereplésével egy nagyon vidám és szórakoztató komédia. Régi darab, régi színházi darab, ugye sok színház bemutatta már, és ezt most a Mandala Dal Színház fogja nekünk elhozni, Mikó István főszereplésével, elnézést. Ezeket a színtársulatokat, színházakat, most tényleg szakmailag kérdezem, mert meg kell szervezni ezt az egészet. Nehéz rávenni őket, hogy eljöjjenek, vagy elmenjenek Csillebércre, és ezt az anyagiak függvényében is mondom, mert mérsékelt helyárak, támogatás nincs,
Viszont hát mindenkinek van gázsi, akkor ők is jönnek szívvel, lélekkel, szívesen? Hát, igazából olyan színházakat fogadunk be szívesen is, és elsősorban, akik nem jutnak be azokba a szabadtéri színházakba Budapesten, amikről ugye már tettünk említést. Igen, igen. Ennél fogva egy új lehetőség rengeteg színházi társulatnak, akik így a periférián voltak eddig, nem azért, mert minőségen alul dolgoznak, vagy kevésbé jó, amit csinálnak, hanem egyszerűen csak így alakult az évek folyamán. Tehát mindenképpen örömmel jönnek. A gázsik és a bérek tekintetében, ugye mi egy befogadó színház vagyunk ilyen szempontból, a műsorainkat megvesszük, tehát hogy nem függ nekik a jegybevételtől azt, hogy kapnak-e gázsit vagy sem. És ez már a mi személyes logisztikánk, hogy ez megtérüljön, és hogy el tudjunk adni annyi jegyet, hogy legalább nullán legyünk. Tehát nekünk ez az elsődleges célunk, bármilyen szokatlan is a magyar gazdasági harcban, de ha már nullán kijövünk egy előadással, akkor már boldogok vagyunk. Nézzünk egy mondat erejéig a kulisszák mögé, mert igaz, hogy kész színházi előadások vannak, de akár a Mandalát, akár melyiket említjük, nem mindegy, hogy saját otthonában, vagy pedig Csillebércen játszanak. Szóval azért nem tartom valószínűleg, hogy megjelenik a színház 3,5 órával az előadás előtt, vagy 1,5 órával, és dur bele. Van ott még arra lehetőség, hogy esetleg bejárják a helyszínt, próbáljanak? Mindig úgy szokott történni a daraboknak az egyeztetése, hogy a helyszínen, tehát már ott megtörténik a technikai bejárás jóval hetekkel az előadás előtt, és egyébként pedig hajnalban szoktak érkezni legtöbbször, hogy a díszletek építésével és a helyszíni próbák bejárásokkal meg tudjon este 8 óra, tehát el tudjon készülni este 8 órára a produkció. Ott mindig Csillebércnek vannak sajátosságai, mihez alkalmazkodnia kell, és ott történnek átrendezések például. Ugye könnyű megközelíteni ebben a háromszögben Csillebércet, most ha netán valaki nem autóval megy. Hát persze, mert 21-es busz ott áll meg gyakorlatilag a bejáratunknál, le lehet jönni gyerekvasúttal, ugye, ami Hűvösvölgyből indul, meg a Széchenyi hegyről, autóval is, séta is, túraútvonal is, úgyhogy... Hát a normafáj mindenki eljut onnan, aztán meg majd gyorsan megtalálják. Egy pár lépés, igen. Még annyit, hogy itt egymagában is fellép egy-egy művész, most természetesen Gerendás Péterre gondolok. Az mikor is van? Valamikor a vége felé már, ugye? Hát, sajnos fejből nem tudom. Nem baj, igen. Akkor azt is meg lehet nézni. Hát, ha nekem itt van a... Ez már szeptember 3-a, igen, tudom már, ezért is kérdeztem, mert augusztus végével és a tűzi játékkal abszolút nem fejeződik be a nyári évad, mert szeptemberben is vannak még előadások ezek szerint. Gyakorlatilag egy nagyon komoly megfigyelés eredménye az, hogy a nyár egy hónappal eltolódott, és éppen ezért én úgy gondolom, hogy a szeptember 30-án van vége a nyárnak, csak még a naptárkészítők nem alkalmazkodtak ehhez a gondolatomhoz, de majd fognak. És éppen ezért ugyanolyan jó idő van szeptemberben is, és ezért szinte egész szeptemberben játszani fogunk. Tényleg ilyen, hogy eső nap az szokott lenni? Igen, és már volt is sajnos kétszer is el kellett napoljuk, mert valahogy érdekes módon mindig a mi előadásaink napján lesz rossz idő, akkor is előtte 5 napig kánikula volt. 2 előadás is már el kellett, mindegyiknek van eső napja meghirdetve egyébként. Hát akkor most már reméljük, hogy minden megy. Hát véget ért a móka már, az záró móka, Miki móka tára, és ezt csak azért hozom szóba, mert a gyerekekkel kezdtük szinte, és akkor a gyerekekkel is fejezzük be, hogy zárul Miki móka tára, mert Levente Péternek is van ott műsora, ugye? Igen, vasárnaponként vannak a gyerekműsoraink egyébként többnyire 10 órától, zenés-mesejátékokkal szoktunk kedveskedni a gyerekeknek és a családoknak. Néha a családok jobban élvezik egyébként, mármint a családfők jobban élvezik az előadásokat, mint a gyerekek. És lesz egy Levente Péter vasárnapunk is, szintén nem tudom fejből, hogy mikor. De súgok, augusztus 27-én. Köszönöm szépen. Ekkor lesz a Levente Péternek egy közel 1,5 órás koncert Móka Miki show-ja. Egyet még akartam kérdezni az előbb, hogy fővárosi együttesek, színházak vannak, vagy pedig vidékről is jönnek esetleg? Abszolút vegyes. Tehát, hogy vidékről is, ugye a Mandalát említettük, igen, akkor a Magyarok Dalszínház, Pódium Színház, több-több részről, az ország több részéről fogadunk be produkciókat, de az egy zömében fővárosiak. Hát nagyon szépen köszönöm a beszámolót, köszönöm. És mit is kívánhatnék itt a nézők nevében? Teltházas nézőteret, köszönöm, ami nagyjából meg is van, és jó időt. Eső nap nélkül. Köszönöm, köszönöm szépen.